Sziasztok! 2024. március 31-e van. Ma a vasárnap, húsvét első napja, és újra itt vagyok Égervölgy bejáratánál. Kerékpártúrát terveztem már, de az a helyzet, hogy Síkvidéken haladtam volna, és elég szeles a mai nap, úgyhogy inkább az erdei túrára szavaztam. Szóval ismét visszajöttem most Égervölgybe, és ezúttal most nem égertető, pálos romok, sasfészek, babás szerkövek fele fogok haladni, hanem itt a zöldség helyett rögtön majd a kék keresztet választom. Meglepően sokan voltak a parkolóban, nem gondoltam volna, hogy húsvét első napján ennyi ember lesz itt. Hát minden esetre kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek, bármire ez adásba megy, és egy darabig ugyanazon a szakaszon megyünk, körülbelül egy 5-600 métert, és utána lesz majd a változás. És előző részben még ezt a pontot is mutattam nektek, illetve ezt a kis szabad területet, ahol lehet szalonát sütni. Van egy kis játszótér faházzal. Itt egy erdei tábla is. Völgyben előforduló virágokról, növényekről, cserjékről. És ide értünk ahhoz a ponthoz, ahol változni fog korábbi filmhez képest a túratervünk. Ugye múltkor március 20-án a zöldsíkon mentünk balra, most a kék keresztet fogjuk követni jobbra. És a túraútvonalnak ez a része, ez nekem is új, most vagyok itt először, úgyhogy teljesen zsákba macska, bármi is lehet. Hát természetesen azért annyira nem zsákba macska, mert térképen megnéztem, és most is egy darabig az Égervölgyet követjük, az Égervölgyi patakkal. Itt látható a sűrűben mellettünk balra. Utána lesz egy ilyen patakmentes terület, elhagyjuk Égervölgyet, és belépünk a Szuadóvölgybe. Ott pedig találkoznunk kell majd, ha minden jól megy, az Orfűi patakkal. Ez egy völgyi túra lesz, egy völgyben fogunk majd elvileg haladni. Hát én is kíváncsi vagyok. Égervölgyi pataknak rögtön egy kis csovogója vár minket itt balra. Szóval visszatérve a mai túrára, ez egy kicsit könnyebb lesz, mint az a múltkori sasfészkes, zsongorköves, babásszerköves. Ugye egy völgyben leszünk, sokkal kisebb lesz itt a szint is. Körülbelül egy olyan 300 méter lesz az emelkedés. És mindenképpen inkább a gyalogtúrát választottam, két okból is, mert ugye, ahogy mondtam, elég szeles mostanában kint az idő, és további viharos szeleket mondott mára. Illetve tavasszal van még a lehetőségünk, hogy természetet járjunk, meg ősszel. Van egy rövidke kis időablak, mielőtt megjelennek még a szúnyogok. Haladunk továbbra is a kék kereszten, és tulajdonképpen az Orfűi autóútig végig ezt a jelzést kell majd keresnünk, követnünk. És ugye ez északra indul a túra, Égervölgyből észak fele tartunk, Orfű irányába. Most keresztezzük a patakot. Ez a húsvéti hétvége meglepően jó idővel ajándékozott meg minket. Tegnap is meleg rekord dőlt, ilyen 27-28 fok volt valahol az országban, de ma sincsen kevesebb 25-nél. Ma ugyanilyen szűrt napsütésünk van, de itt az erdőben jó lesz ez, illetve a fák megvédenek minket a széltől. Na, itt is lesz egy átkelés. Nagyon tetszik a terep. Változatos, ahogy szétszabdalta a kis patak ezt a völgyet.
és benézek a patakhoz egy pillanatra. Tyútelágazóhoz értünk, jobbra a piros vonal, szemben a piros pötty, mi viszont megyünk balra, tovább a kék kereszten. Ez a tavaszi üdezöld szín, ez fantasztikus. Milyen szépen kanyarog az égervölgyi patak felfelé. De innen jobbról is bejön valami kis erecske, elég kis vízhozammal, éppen hogy csordogál, de a főág az ugye itt van, itt megy fel. Most el is hagyjuk a patakmedret, mert követjük a kék keresztet tovább jobbra fel. Viszlát, égervölgyi patak! Fölöttünk csak úgy süvít a szél. És azt kell, hogy mondjam, egész idáig lehetett volna jönni akár bringával is, teljesen jó száraz volt az út. Itt meg egyenesen ilyen szórt köves lett, egy kereszteződés, és megyünk tovább balra, követjük a kék keresztet. Teljesen olyan, mint valami erdei sugárúton mennénk. Újabb elágazóhoz érkeztünk, megyünk tovább itt jobbra, követjük a kék keresztet. Háttérben fakitermelés, és van itt egy erdei kis házikó. Éppen túrázók, kirándulók pihennek meg ott. Nem megyek oda zavarni őket. Úgyhogy folytatom tovább az utat a kék kereszten. Rögtön itt egy útirányjelző tábla. Ez hivatalosan a kék csíkot, gondolom ez az országos kék túrának az útvonalait mutatja. Jelen pillanatban a Patacsi mezőn vagyunk, és 402 méter tengerszint feletti magasságon. Mi haladunk tovább egyenesen, a jó öreg kék kereszten. Lassan érkezünk szerintem a Szóadóvölgyhöz, elképzelhető, hogy az ott az előttünk. Igen, úgy tűnik, hogy ez már a Szóadóvölgy, és itt van az Orfűi patak is, itt csordogál alattunk. Micsoda mohapárnák, és itt hamarosan patak közelbe is kerülünk. És hosszú idő óta, most látom az első pihenőhelyet, itt fönt van egy pad, asztal, illetve egy forrás. Mihály remete, ez van ide írva.
át is megyünk az Orfűi patak felett. És ismét egy útelágazás. Nézem, jobbra kell majd mennünk. Közvetlenül itt az erdei kerítés mellett. Ez valami vadkerítés lehet. Hát azért jó, hogy nem bringával jöttem. Rögtön két dagonya. Szegény fa, ide dőlt az út közepére. Kikerüljük jobbról. Ilyen kis medvehagyma csapás. Picit lejöttem az ösvényről, hogy mutassam nektek a szuadó barlangot. Előleg ez a bejárata le van rácsozva. A létra is. Hát nem tudom, azt hiszem én nem cserélnék velük. Engem nem vonzanak a barlangok. És itt van hozzá az infótábla is. Szuadó barlang. Most egy picit itt kaptatós az út, fölfele a domb oldalon. Innen jöttünk, ez pedig itt lent a barlang alattunk. Medvehagyma csapás. És felfele vissza az utunk.
Itt azért már necces lett volna bringával jönni. Elég szűkek itt a csapások. Egyenesen megyek, de egy pillanatra letérek itt balra, a lefelé vezető ösvényen. Szerintem ez is egy barlanghoz fog vinni. Itt van közvetlenül előttünk. És ott a bejárata. Le van rácsozva. Hát én biztos nem másznék oda be. És ez pedig a Trió barlang. Itt túl sok padot, asztalt ne keressetek. Találtok egyet, arra rögtön le kell ülni. Hát jövök egy ideje, és nem sokat láttam. Hamarosan szerintem érkezünk is az Orrfürjő autóúthoz, már lehet hallani a motorosok hangját. Mint valami yeti, úgy közelítek az autóúthoz a Bozótoson keresztül. És meg is érkeztünk a műúthoz. És haladok az Orrfürjő autóúton, Égervölgy irányába, közeledek a kerékpárúthoz. Hát húsvét ellenére nem mondhatnám, hogy nincs forgalom. A másik út lehetőség, ez a zöld háromszög lenne visszaútnak. Most azon tanakodom, hogy vagy a kerékpárúton megyek vissza Égervölgybe, vagy pedig ezen a jelzésen. Mivel az Orrfürjő kerékpárutat már ismerem, ott jártam, ezért úgy döntöttem, hogy a zöld háromszögön fogok visszatérni Égervölgybe. Erre még úgyse jártam. Éppen eszek, és közben itt az őz. Átment a sűrűben. És többen is vannak. Szarvas. Hű, mekkorák. Hogy kiszélesedett itt a terület. Rengeteg fát kivágtak. Ebből az irányból érkeztem. A zöld háromszögön. És haladok is tovább ugyanezen a jelzésen. Amíg az előbb a kék kereszt a Szuadóvölgyben lent, a pataknál vezetett, addig ez a túra útvonal fönt a gerincen visz. Van egy pár farakás, ez igen. És offroad itt is van, látom. Ismét üdezöld, friss levelek mindenütt. Nagyjából már egy jó 20 perce jövök fölfele az emelkedőn. A háromszög egyébként szintől függetlenül mindig ezt is jelzi, hogy csúcsra visz, csúcsra tart. Úgyhogy nem kell meglepődnünk, ha a hegylábánál egy ilyen turista jelzést választunk. Abból mindig kaptatás lesz felfelé. És most már nem is emelkedik, ismét vízszintes, lehet, hogy elértem a csúcsot, és innen majd ereszkedni fogunk. Na, majd meglátjuk.
ebből az irányból érkeztem a zöld háromszögön, közvetlenül itt a kereszt mellett, dicsértessék. És az a helyzet, hogy a zöld háromszögön kellene mennem le tovább egészen Égervölgyig, ez lenne a legrövidebb út, de nem tudom vállalni, mert ilyen bozótos a terület. Úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy ezen a kék csíkon, ami egyben kerékpárút is, fogok haladni lefelé, egészen Égervölgyig, ahol kezdtünk a túránkat, és ott fogunk majd rácsatlakozni valahol a kék keresztre. És elég tetszetős ez az út, amin haladunk, széles is, köves is részint. Ugye nem véletlen az erdei kerékpárút, ott van az ikonjelölés is, kék csík alatt egy bringás festve. Itt kényelmesen lehet haladni, anélkül, hogy összeszednénk a kullancsokat a dzsindzsába. És ha minden igaz, ez egyben az országos kék túrának is a köre, ez a kék csík. Na, ismerős a hely? Előttünk az erdei faház, és a kék csík visszavezetett minket a kék kereszthez, arra megyünk majd tovább. Idefele közvetlenül itt az útjelző tábla alatt mentünk a kék kereszten erre. Itt az infótábla, és haladunk tovább. Kék kereszt irányába. És ez az út ugyanaz már, ahol délelőtt feljöttünk. Újra visszaértünk Égervölgybe, alattunk pedig ez az Égerpatak. Most van 7:30, vissza is értem az Égervölgyi tóhoz. Jó kis túranap volt ez a mai, nem így terveztem, néha improvizáltam, de végül is csak visszaértem az induló ponthoz. És mindenkit biztatok arra, ha csak teheti, jöjjön sétáljon vagy kerékpározon erre, gyönyörű a mecsek ilyenkor. És ezzel itt is van a filmnek a vége, megköszönöm, aki velem tartott, találkozunk legközelebb is. Ciao mindenkinek, sziasztok!